Szeretettel köszöntöm beszélgetésben résztvevőinket a Női Összefogás Közösség mai klubnapján. Az előzőekben a butáni boldogságindexről beszélgettünk, és most beszélgető társaink Kis Gábor az Envientától, Zurbó Dorottya filmrendező, a délelőtt megnézett Boldogságügynöke című filmnek a rendezője, valamint Pataki Antal a Szerves Társadalomtól, és dr. Herceg Andrea a Szakrális Magyarország képviseletében. Jó magam, mert pillanatban a Női Összefogást képviselem. És a beszélgetésünket szeretnénk, hogyha egyrésztről a butáni boldogságindexre fűznénk fel, illetve másrésztről az volna a célunk, hogy megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy miképp tudnánk mi magunk itt ebben az országban hasonló dolgokat megvalósítani. És láthatjuk, hogy rendkívül sok olyan kisebb-nagyobb vállalkozás, szekértábor, mondhatjuk úgy, hogy szekértábor van, amelyik szeretne valamilyen jó, pozitív dolgokat megvalósítani, de ugyanakkor nagyon sokan vannak kevesen, és rendkívül sokféle elképzelés, és hozzáteszem, rendkívül jó elképzelések is vannak, de azt látjuk, hogy nem képes összeállni ez az egész dolog egy egységes egészé, mivel nem látjuk azt, hogy bármiféle kovász lenne ebben az egész történetben, és olyan, minthogyha ilyen különálló magvakból szeretnénk valamilyen egységes egészet összehozni, de hát ez így láthatóan nem megy. És az lenne a célunk, hogy próbáljunk valamilyen úton, módon akár a butáni tapasztalatokat figyelembe véve, akár a saját elképzeléseinket figyelembe véve erre egy valamilyen alternatívát, vagy egy lehetséges utat felfesteni. És akkor, mivel Kis Gábor lesz velünk legrövidebb ideig, így először őt kérdezném meg, hogy mint egy innovációs társaság az elkövetkező időszak, az előttünk álló időszakra milyen innovációkat tartana elképzelhetőnek ahhoz, hogy egy, mondhatjuk úgy is, hogy az össznemzeti boldogság kibontakoztatásáért, ami egyébként a Szakrális Magyarország interpretációjában a teljes és tökéletes életindexe, hogy ezzel vagy ehhez milyen formában tudna mondjuk az Envienta kapcsolódni, és hogy mit gondoltok erről, vagy gondolnak erről. Igen, üdvözlöm a résztvevőket, nem tudom, hallat szólok-e, vagy jó ez a hangerő akkor. Ugye ezzel én úgy mutattad be az Envientát, mint valami innovációs társaság, és ez tulajdonképpen erről is szól. Mi ezelőtt 10 évvel kezdtünk el kutatásfejlesztési céllal leginkább olyan technológiai fejlesztések irányába kutakodni, amelyek együttes egymásra hatása, egy ilyen exponenciális technológiai fejlődés képét vetíti elő. És ilyen módon, hogy ezeknek a technológiáknak hány százaléka, vagy mely részben élettámogató technológiák. Tehát mik azok, amiket gyakorlatilag már a 70-es, 80-as években is előre vázoltak, hogy hova juthatunk el, mint technológiai társadalom, de valahogy mégsem úgy tűnik, mintha sikerült volna ezeket a célokat elérni. És ilyen szempontból az Envienta egy holisztikus megközelítést alkalmazott abban, hogy figyelembe vesszük a jelenlegi kereskedelmi alapú világrendet, hogyan lehet átalakítani egy főleg erőforrás alapú, hozzáférésszerű együttélésé, és ilyen módon olyan platformokat, vagy olyan együttműködési protokollokat, vagy eljárásokat kezdtünk el kifejleszteni és letesztelni, amivel elsősorban a személyek közti
bizalom és elszámoltathatóság megjelenik, mint itt hallottuk az előadásban is, hogy ezeknek a jóléti mutatóknak nagyon fontos négy eleme az, hogy a mérhetőség és a visszacsatolás az tulajdonképpen megtörténjen. Tehát amikor ezeket a utáni mutatókat halljuk, akkor feltehetően ez egy ilyen félig-meddig manuális módon való visszacsatolás. És az az én személyes érzésem, hogy ez a kultúrában gyökeredzik, tehát ahol a megfigyelő egy a megfigyeléssel, vagy úgymond a természeti lények, vagy közé sorolható az ember, és kulturálisan mondjuk akkor keleten ez inkább megtalálható. Lehet, hogy a nyugati kultúrákban egyfajta visszacsatoláson keresztül lehetünk benne biztosak, hogy a természet gondoskodik rólunk, vagy hogy a társadalom úgy működik, ahogy megígérjük egymásnak, hogy működik. Tehát ilyen szempontból ezt látjuk ennek kapcsán, legalábbis én most ezt tudnám így. És mit gondoltok arról, hogy melyek azok a területek, amiken nagyon hasznos eszközként tudnátok segíteni mondjuk egy ilyen társadalmi változásnak a kibontakozását? Most itt gondolok például olyanra, hogy ember-ember közti interakciók, vagy például a jogrendszer, vagy a pénzrendszer, hogy ezekben mik azok a dolgok, amikkel igazságosabb, tisztességesebb, megbízhatóbb társadalmi modell alakulhatna ki. Igen, mielőtt az elmélyent a projekttel Spanyolországban és úgy más résztvevőkkel is együttesen elkezdtünk foglalkozni. Én előtte az Európa Parlamentben dolgoztam tulajdonképpen az Európai és Gazdasági és Szociális Bizottságnak volt egy háttérintézménye. Ezt úgy nevezték ki, hogy a feltétel nélkül alapjövedelemért szervezete. És tulajdonképpen a 29 tagországra vonatkozó akár pénzügyi megoldások, vagy ösztönző rendszerekkel hogyan lehet előrébb vinni a jelenlegi társadalmi berendezkedést. És ezekben a pilot projektekben ugye rendre kiderült, hogy azokban a projektekben, vagy azokban a pilot kísérletekben, ahol úgymond egyszerűen csak az emberek nem boldogság mutatóját lehetett, hanem mondjuk elégedettség mutatóját lehetett valamilyen pénzösszeghez kötni. Most ez nyilván egy ilyen egydimenziós megközelítés, tehát nem ettől fognak feloldódni a problémáink. Viszont a kísérletekből kiderült az, hogy önmagában az, hogyha az ösztönző környezet más, és nem azon, tehát nagyon sok függ attól, hogy az egyes résztvevőknek, tehát társam egyes résztvevőnek hol van a fókusz a nagy része. És hogyha a fókusz a nagy része azzal van eltelítve, hogy a jövő hónapi megélhetés, vagy hogy hol fog lakni, honnan jutok energiához, élelmiszerhez, akkor ezek azok a területek, amiket például az ambienta is céloz, tehát a lakhatás, az élelmiszer, az energia, a ruházkodás, az egészséges életmód. És tudom, hogy vannak itt még néhányan, akik hasonló dolgokkal foglalkoznak, és rokon elképzelések ezek. És a feltételezés az, hogy a környezetünk megváltoztatásával, de ezzel a közösségi lét újra élése is, vagy egymáshoz való kapcsolódás bizalmi alapon, és egy olyasfajta körkörös, kölcsönös ellátórendszerek, vagy szolgáltatórendszerek létrejötte szükséges lehet, hogy egy újfajta társadalmi szerződés szerint tudjunk tovább működni. Itt legalábbis úgy szoktuk mondani, hogy az első világban ez probléma. Butánban nem. Tehát, hogy ott valószínűleg egészen... Tehát nem baj az, hogy mindenhol nem ugyanaz a rendszer van még, vagy nem a globalizmus, mert bizonyos lépcsőfokokat kihagytak egyes országok. Például, hogy Afrikáról is tudjuk, hogy egyből a negyedik ipari forradalomban találja magát, és hát Butánról is láthattunk képeket, ahol egyre inkább megjelennek ezek az okos technológiák. És úgy gondoljuk, hogy ezeknek a itthon magyarországoni való felhasználása is akkor lehetséges, hogyha van róla konszenzus, és pontosan tudjuk, hogy mit csinálnak ezek a technológiai fejlesztések a mi érdekünkben. Tehát ilyen szempontból az ambientának az egyik ilyen indító, hogy mondják, ez mottoja, ez a nyílt forrásúság. Tehát, hogy hogyan lehet minden hasznos tudást a közjavak, digitális közjavak részévé tenni. Illetve, hogy minden tudást a közjavakká tenni, hiszen ez alapvetően is közjó kellene, hogy legyen. Hát a közjavak közé, igen.
beszéltünk korábban arról, hogy tehát, hogy egyrésztről, hogy azok a technológiai újítások, amelyekkel foglalkozik az Ambienta, ösztönzőként hathatnak a társadalmi viselkedésre, függetlenül attól, hogy nem nevelői jellegűek, de mégis a mérés és a megfigyelés által egyfajta, erről egy pár, tehát hogy ezáltal egyfajta viselkedés módosítást fog előidézni az embereknél, és erről szeretnék egy pár szót hallani, hogy mik ezek a módszerek, vagy lehetőségek. Igen, itt érdemes megemlíteni, hogy az internet sem egynek tekinthető, tehát megjelentés azóta van internet, hanem különböző generációkra, fejlődési szakaszokra osztható fel. És azt lehet mondani, hogy jelenleg elterjedt a szociális média és a most ismert internetes szolgáltatások nagy része, leginkább még központi kézben van, vagy olyan vállalatok kezében, akiknél az adataink vannak. És nem túlságosan megbízhatok azok sem, hogyha mondjuk egy platformon keresztül egy másik személy akarok kapcsolatba lépni, kihitelesíti nekem vissza a Facebookon keresztül, hogy az a személy valóban az a személy, akivel én beszélgetek. Tehát biztosan kerültünk már ilyen helyzetbe. És hogy az, hogy a mi hétköznapi életünket nem is tudnánk máshogy csak hiteles személyekkel együttműködve lefolytatni, ezért az internet egy következő paradigma váltása, az a Web3 nevet viseli, ami tulajdonképpen az internet alapkoncepció helyéhez visszanyúl, és azt mondjuk, hogy az adataink, amik egyébként akár az energiákról, a keresletről, a kínálatról, az igényekről adnak visszajelzést, beleértve a személyes adatainkat, ezek nem valakinél, valamelyik hivatalnál, vagy valamelyik Google-nál, vagy Facebook-nál csücsülnek, és nem bennük kell megbíznunk, hanem mivel szét vannak osztva az adatok, szó szerint az összes berendezésünk képes egy részét ennek feldolgozni, vagy eltárolni, ezért tulajdonképpen felvállalható lesz az, hogy egy profil mögött valós személy van, és azt mutatják a tapasztalatok, hogy azokban az együttműködésekben, ahol az emberek névvel, arccal, lakcímmel vállalják egymást, ott kevesebb a visszaélések száma. És ez önmagában a bizalom irányába löknél ugye a helyi együttműködéseket. Most ez a teória. És hogyan gondolnánk azt el, hogy ez bizalom, nem pedig egy elszámolás? Mert a bizalom úgy gondolom, hogy nem egy számolható dolog, igen, hanem egy érzés, egy érzelem, egy tisztességtudatból, becsületből adódó valami, míg egy ilyen rendszer az mindenképpen egy ilyen kényszerítő eszköz arra, hogy az egyenleget tartsuk. Értem. És ezért is említettem, hogy feltétlenül kulturális kérdés az, hogy Bhutánban mondjuk 1 millió ember alatti az összlakosság. Egyszerű konszenzus találni kis létszámú országban. Egy jó példa erre például Észtország, nem tudom, hogy ki hallott róla, hogy Észtország hasonló módon a bhutáni boldogságmutatókat is ki tudná mutatni, hiszen ott a kormányzati rendszer az gyakorlatilag egy elosztott felhő alkalmazás, amin keresztül az állampolgárok gyakorlatilag intézik a köznapi ügyeiket. És ma megkérdezték, itt volt Magyarországon az ész miniszterelnök, hogy boldogok-e az észt emberek, vagy mennyit foglalkoznak politikával például, akkor mondták, hogy hát nem sokat, mert a mobiljukon keresztül minden intézik. Tehát, hogy igazából meg lehet az hasonló lélekszámú országokban, tehát, és szerintem még Magyarország is ide sorolandó, de bizonyos régiók közt érdemes különböző ügyek mentén, akár az élelmezés kapcsán, akár az energiaelosztás kapcsán, akár az új lakhelyek biztosítása kapcsán, felépíteni újra ezeket a bizalmi közösségeket, tehát nem gondoljuk, hogy bárkit tudnának kezelni az új rendszerek, anélkül, hogy ne volna egy historikus múltja mindannyiunknak. Tehát elegendő idő el kell, hogy teljen ahhoz, hogy valóban megbízhassunk azokban az adatokban, amik a személyekhez kapcsolódnak. Úgyhogy ez... És ez mennyiben váltaná ki a közigazgatást? Bátor dolog lenne azt jelenteni, hogy ez kiváltja, az észteknél sikerült, de azt kell tudni, hogy 20 éven fut a rendszerük. Tehát egy olyan informatika rendszer fut, ami sehol máshol a világon jelenleg nincs, bár ugye másolható.
Egy felismerőt. Ez a digitális személyazonosítással összefügg, és ennek a veszélyei mennyire jelennek meg, hiszen az, hogyha a bármely cégnek a birtokában vannak a mindenféle adataink, az egészségügyi állapotunktól kezdődően a bármi, a vércsoportunkig, akkor az mekkora veszélyt jelent? Pont erre jelent. Utaltam, ugyanis az a jelenlegi kockázat, hogy az adataink valamelyik hivatalnál, vagy valamelyik cégnél vannak. Sokszor, sok helyen ugyanaz az adat, és nem tudjuk, hogy mi van vele. A Web3-as paradigma az visszahelyezi az adatokat hozzánk, és ebben a privát felhőből én megmondhatom, hogy mely adatokhoz férhet hozzá például a hivatal, mi az, ami az én személyes adatom. Tehát gyakorlatilag sokkal biztonságosabb a személyes szempontból is az, hogy az adat nem valakinél, meg nem is nálam van, hanem mindenhol szétszórva. Nem tudom, ez így érthető. Tehát mindenhol van, és sehol sincs. Persze, természetesen értem, viszont a másik oldalról van egy természetes igény az állampolgárban a biztonságra, és az az állam felügyelete alá kell, hogy tartozzon. És ez szerintem egy óriási dilemma, hogy mennyit engedjünk az államnak, és mennyit az egyénnek, és hol vannak ezek a preferencia határok, valamint azt, hogy az állam utána kifelé referál. Így van, és ezért is az MVNT egyik alapgondolata jön elő ismét, a nyílt forrásúság. Tehát azt gondoljuk, és ez a bizonyíték is egyre inkább, hogy bármilyen bonyolult rendszerek, informatika rendszerek üzemelnek bárhol, ha megtekinthető a forráskód, és levezethető emberi értelem által, hogy mit csinál a program, és kinek az adataival, és miért, akkor nincs mitől félnünk. Tehát ilyen szempontból a nyitottság egy olyan alternatív út, amin mi elindultunk. És akkor mi lesz ebben a rendszerben a sorsa mondjuk ezeknek a titkos szolgálatoknak, meg az ilyen különféle sunnyogásoknak, meg titokrendszereknek? Szerintem ezeknek a jelenlegi paradigmában vagy státuszkóban megvan a szerepük, és egészen amíg ez a... Tehát ahogy láttuk Butánban is, hogy volt egy animizmus, aztán a buddhizmus, aztán valahogy a modernitást, tehát hogy folyamatosan szorulnak ki a korábbi paradigmák. És akkor gyakorlatilag miért van szükség, most hülyén fog hangzani, de miért van szükség rendőrségre, ha tudjuk, hogy senki nem akar bűnözni, mert nincs miért. Most nyilván ez utopisztikus feltételezés, de és itt jön be az, hogy ha a jóléti mutatók magasak, akkor gyakorlatilag megszűnik a bűnözés incentíva rendszer, és lehet, hogy például Butánban a rendőrségnek, meg a titkos szolgálatoknak nem nagyon van dolguk. Tehát, hogy ez egy ilyen önmagát létrehozó dolog. Nyilvánvaló van egy belföld, és van egy külföld, és azért a világ elég nagy, és nem hinném azt, hogy egyik pillanatról a másikra varázsütésre megmozdulna az egész világ egyszerre. Így van, de vannak rá jelek, hogy például az észrendszert, ezt egészen konkrét a 12 országban már használják. Tehát ugyanazt az elszámoló és úgymond állami logisztikai rendszert, amit az észtek tudnak. Ez például az Finnországban, hogyha én felszállok a buszra, és ott váltom meg a jegyemet, vagy gyógyszert veszek ki egyik országban, a másikban, akkor anélkül, hogy nekem különösféleképpen kellene igazolnom magam, ezt megtehetem. Tehát én csak ezt akartam ezzel kapcsolatosan mondani, hogy van a butáni alternatívának egy ilyen európai megközelítése is, amit érdemes lehet tanulmányozni, ez pedig az észt. Viszont ott van a kínai elszámoló rendszer is, igen. És lehet, hogy nekünk torz képeink vannak. Ezt tudjuk, róla. Hogy a kínai elszámoló rendszer, vagy nevezzük csak rendszernek, nem nyílt forrású, az észt pedig igen. Uh-huh. Tehát már azt lehet tudni, lehet, hogy ennyi a különbség ebben. Ez a különbség. És ez azért a bizonyos értelemben ad az állampolgár részére egyfajta biztonságot. Így van. Tehát a fékek és egyensúlyok rendszerét állítja vissza, hogyha tudom, hogy mit csinál a kód velem. És ez a rendszer adott esetben a mesterséges intelligenciával összeköttetésben a jogrendszernek az egyszerűsítését, vagy mondhatjuk úgy is, hogy igazságosabbá tételét megoldhatná? Mindenképpen, szerintem.
önmagában ezek a rendszerek személyek közti, vagy helyi csoportok közti megállapodásokat, vagy azok végrehajtását teszik lehető egymás felé elszámoltható módon. Logikus, hogy a jogi szakértőknek, vagy egyáltalán a jogrendszernek egyre több dolga ezekben a megállapodás, úgymond digitális szerződésekben rögzül. És sok esetben azt a harmadik szemét, aki a bíróság volna, vagy mondjuk pénztranszakcióknál a bank, vagy olyan hétköznapi dolgok kapcsán, mint a közlekedési hálózat fenntartása, egyre kevesebb szerepet kap az állam. Tehát ugye ezek a közvetítőknek az egyre kisebb befolyása várható a jövőben, ahogy egyre több intelligens rendszer képes ezt a feladatot elvégezni emberek helyett. Viszont azt nem gondolhatja senki, hogy magára lehet hagyni ezeket a rendszereket. Tehát pont ezért van a szükség, hogy még a mesterséges intelligencia kódok nyílt forrásúak legyenek. És az egyik ilyen első az OpenAI, ami nevében még nyíltnak indult, de aztán most látjuk, hogy tehát kooptálódnak ezek a vállalkozások vagy elképzelések. A legjobb az, hogyha effektív senki kezében nincs a kód. Mert akkor nem lehet ellopni, nem lehet bíróságítani, nem lehet ellopni. Jó, de hogyha egy rendszer nyílt forráskódú, és bárki beleturkálhat, bárki fejlesztheti, bárki bármiféle lépést megtehet, azért ezt láttuk egyes programoknál, hogy milyen kaotikus állapotok is előállhatnak. Azért ebben nem látnám a társadalmak részére azt a fajta biztonságot, amire szükség van. Világon, ehhez csak egy információ, és nem biztos, hogy ez ennek kapcsán, tehát nem emiatt megnyugtató, de azt, hogy az internet, tehát lehetővé tevés és a mai digitális rendszereket, hogy ezek futtathatók legyenek és elérhetők, ezek 95%-ban Linux alapú, nyílt forrású operációs rendszereken futnak. És pont a futnak. Linuxnak volt egy ilyen és kaotikus na most időszaka. Ugye ezeknek a döntéshozatali szinteknek, tehát például egy szoftverben milyen elváltozások is hogy jelennek meg mindenki javára, az olyan konszenzus előkészítéssel érdemes foglalkozni. Tehát például itt is volt a butáni példák közt, hogy hogyan lehet ezt visszaépíteni a megfigyelteket, tehát a visszajelzéseket a kormányzásba. És akkor így gyakorlatilag ugyanezt futna végig, tehát hogy számon kérhetőek azok az emberek, akik mondjuk egy konszenzus miatt felelősek azért, hogy mondjuk egy folyamatban valami végrehajtódik, vagy nem. Tehát egyfajta validációs szerepköre. A többi beszélgetőtársat azért arra kérném, hogy ezzel kapcsolatosan ezt így jegyezzük meg, hogy ezen a vonalvezetésen majd menjünk egy kicsit végig, hogy nektek mi a véleményetek arról, hogy a mesterséges intelligencia bevezetése, vagy milyen szervezőerőnek lenne helyes szerepe, akár egy ilyen átmeneti időszakban, vagy egy későbbi fejlettségi időszakban. Mert nekem az a meglátásom, hogy a jelenlegi társadalomra nem lehet egy olyan technológiai lépést ráereszteni, amit nem fejlődött meg. Tehát magának a társadalomnak a felkészítése szükséges arra, hogy egyáltalán képesek legyenek magukévá tenni. Egy óriási nagy szemléletformálásra lenne szükség. És annak ellenére, hogy mondjuk ott látjuk, hogy Bhutánban is megjelent az animizmus, majd a buddhizmus, majd a modernitás, de azért abban egyáltalán nem lehetünk biztosak, hogy ez egy fejlődési útvonal, tehát egy előremutató fejlődési útvonal, és nem tudhatjuk azt, hogy a korábbi ősibb rendszerekben mennyi volt az igazságtartalom, és mennyi a mostaniban, hiszen láthatjuk, hogy a tudomány nem exakt tudomány. A buddhizmus sem egy exakt dolog. Viszont azért, amit a természetvallásban, a természet tudásban az őseink tudtak, azok bizonyos, sőt, nagyon nagy mértékben megbízhatóak. Egy gondolat még, hogy ezek a technológiák arra lehetnek jók, hogy soha többé ne felejtsük el ezeket. Tehát ha egyszer újra tanuljuk, akkor ezeket rögzíthessük valahol. Mint jó gyakorlatokat. És hogy lenne célszerű megoldani a technológiai innovációs központokat, fejlesztő központokat, mert hogy azt látjuk, hogy itt ugye a világ urai, meg a világ
zsarnokai, mondhatjuk úgy is, hogy akik kisajátítani szándékozzák a világot, ők mindig arra fognak törekedni. Meg mindig van az embernek, az emberiségnek egy olyan része, amely ki akarja sajátítani a termelőerőket, termelőeszközöket, a javakat, mindent. És ez ellen kellene egy olyan féket, ellensúlyt beállítani, amellyel ezek a törekvések féken tarthatóak. Még egy utolsó gondolatot fűznék ehhez, és szerintem ez egy belső útnak a függvénye. Belső? Egy belső útnak, tehát hogy a cselekvéseink többsége az ebből a hiánytudatból fakad, vagy egyfajta bőségtudatból. Ezt tudom, hogy így kimondva egyszerűnek hangzik, viszont mégis valahol egy ilyen, az egyik egy többszöröző energetika, a másik pedig egy folyamatosan egy félelmet keltő. És levezethető ebből a két fajta állapotból nagyon sok, például a hiánygazdaságban élünk jelen. Alapvetően ez nyilvánvaló. Tehát elképzelhető, hogy Bhután van alapvetően az örömre fókuszálnak és a boldogságra és a bőségre, és ebből vezethető csak le egy megváltozott tudatállapotból az a rendszer, amit ők működtetnek. Ahogy itt az előző előadásban elhangzott, a bhutáni emberek őszintébbek, és nyíltabbak, és nincsenek hátsó szándékaik, hátsó gondolataik. És hozzáteszem, ugyanezt mondják a magyarokról az amerikaiak. Tehát itt azért sok lépcsőnyi különbség van különféle nemzetek életfelfogása között. Tehát úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon álságossá vált a világ. És az, hogy ez a fajta modernizmus uralta el a világot, ebben nyilvánvaló oka van annak is, hogy az Egyesült Államok hegemóniája az elmúlt 100 évre rányomta a bélyegét. És most nem is akarom ezt címkézni, hogy ez most jó vagy rossz, minden esetre azt látjuk, hogy egyfajta kényelem, egyfajta urbanizációs irányvonal, technológiai előrelépések történtek meg, de ezek mögött egyáltalán nem látszik sem a jó szándék, tehát ez nem érezhető a jó szándék, és nem látható az, hogy ez valóban az embert értékesebbé, jobbá, többé tette, tehát hogy valós fejlődésről beszélnénk. Ehhez csak annyi a gondolatom, hogy valószínűleg a tudomány, tehát a nyugat magáévá tette inkább a tudományos megközelítést, és amennyiben a vallás kicsit maga mögött hagyta, ugye a szakralitással, vagy egyáltalán azokkal a dolgokkal sem kell annyira foglalkoznia, mert ha a tudomány és a matek mindent megold, akkor gyakorlatilag ez elhagyhat, aztán kiderül, hogy nem. Tehát ilyen szempontból egyfajta tudományos, spirituális egymásra találás volna talán az előre. Az egyértelmű egyébként, igen, hogy a kvantumtudományok megjelenésével a metafizika és a korábbi vallások által képviselt nézetek kezdenek közelebb jutni egymáshoz. És nyilvánvaló, hogy mindkettőnek vannak hibái és hiányosságai, de lehet meglátásom szerint megtalálni azt a biztos, hogy vékony mesdjét, de azt az egyensúlyi állapotot, amikor egy kifejezett technológiai, technikai fejlődési útvonalra állítjuk az emberiséget úgy, hogy mindemellett a hagyományos értékeket, illetve az erkölcsöt, a magas morált helyezzük a társadalom működésének fókuszába. És ahhoz, hogy egy ilyen legyen, ahhoz viszont társadalmi szerződésre van szükség. Feltétlenül. Illetve amit említettem, erre a magunkban a tekintésre. Tehát az az elképzelés, hogy ha magunkban nézzünk, akkor leginkább ugyanazt a forrást találjuk mindannyian. Tehát, hogy egyre kevesebb dolog lesz, amiben nem értünk egyet, ha befelé tekintünk, és a külvilág pedig lehet sokféle. És a gondjaink onnan jönnek, hogy ebben az átláthatatlan vízszintes materiális létben próbálunk matekozni,
miközben úgy alapvetően a dolgok nagyon egyszerűek. Lehet, hogy egy picit vitatkoznék ezzel a magunkban nézéssel, mert szerintem alapvetően a legnagyobb probléma az individualizmus, és ez azért hajaz egy kicsit arra, mert pedig a spiritualitás terén is óriási nagy tévképzet az, hogy zizegjünk, mantrázzunk. Most nem mondom, hogy a meditáció a rossz dolog, hogy a jóga rossz dolog lenne, ezek eszközök, ezt mondjuk ki, hogy hasznos eszközök, de nem ez a cél. A cél az a csodálatos közösségi élet, mert az emeli az ember, tehát az, hogy célokat tűzünk ki magunk elé, közös célokat, és félretesszük a magánönzést, amennyire lehetséges, hiszen mindegyikünknek az alapfeladata, hogy éljen, túléljen, mint egyén, de egyénként akkor tud igazán jól túlélni, hogyha a közösség, egy jól működő közösségnek a tagjaként tud a többiekkel kooperálni. Tényleg arra lennék kíváncsi, hogy ezt mennyibe tudja a technológia segíteni, vagy helyettesíteni, vagy kiegészíteni? Szerintem van egy sokkal alapvetőbb technológia, minden technológia, tehát bizonyos szempontból, amikor megérzéseink vannak, vagy tacit tudásunk, vagy úgy érezzük, hogy valamit így egyszerűen így érzetként meg tudunk fogni, az ugyanúgy valós és létező információ, valamint keresztül ezt kapjuk, és azért gondolom, hogy nem kell a jelenkori technológiára kizárólag rábízni mindent, mert igenis van egy belső iránymutatója mindenkinek, szerintem, aki. Mindegy, de nem tudom, hogy mennyire érdemes ebbe az irányba elvinni, de hogy gyakorlatilag ez a... Most így elfelejtettem a kérdés első. Jó. Igen. Nagyon is örülnék, hogyha most hozzá csatlakozna most mindenki, mert azért faggattam jobban, hogy ha elmegy a... akkor itt maradunk a válaszai nélkül, viszont most már azért érdemes hozzá kapcsolódni. Engem itt a hiánytudat és a bőségtudat, én ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy hiány vagy többlet állapotban működik az ember, és hogyha a magunkba tekintést nézzük, akkor minden olyan külső befolyásoló tényező, leginkább a médián keresztül, ami folyamatosan igényeket és egyre nagyobb hiányokat generál az embernél, és nem a valós szükségletek mentén éli az emberek nagy része az életét, és minél több kell, annál kevesebb van. És ugye ebből a hiánytudatból fakadnak azok a egymás közötti nehézségek, hogy azt gondolja az emberek nagy része, hogy ha neki több lenne, akkor ő biztosabban túlélne, mint a másik. És gyakorlatilag ezt látjuk most a háttérben, hogyha a médiának az üzeneteit nézzük, hogy ezeket a folyamatokat generálja legtöbb esetben minden üzenet, ami a nagy közönség felé elhangzik. És hogyha megnézzük azokat az ösztönös biológiai programokat, ami alapvetően az anyagi fizikai túlélésünknek az alapja, akkor ott minden olyan, ami veszélyezteti a saját biztonságomat, a családom biztonságát, a hatásköreimet, a területemet, a megélhetésemet, az már kiváltja azokat a reakciókat, amiket látunk hát akár az állatvilágban, de ott egy egyensúlyra, harmóniára törekszik az anyatermészet, és nem enged senkit túlnőni a lehetőségeken. És hogyha ehhez vissza tud találni az ember, és föl tudja mérni egyén szintjén, hogy mi az, amire nekem valóban szükségem van az életben maradáshoz, akkor lehet, hogy el fog odáig jutni, hogy nem kell a harmadik színes tévé, meg a Tesla autó, hanem lehet, hogy boldogabb, vagy elégedettebb, vagy életképesebb vagyok akkor, ha együtt tudok működni a környezetemmel. Hogy ebbe a technológia hol tud segíteni? Hát egész biztosan azokon
az életterületeken tud, ahol valóban kevés az az ellátmány, vagy az a életben maradáshoz szükséges feltételrendszer, amit esetleg technológiával jobban elő lehetne állítani. De nem hiszem, hogy most a természet, vagy az anya természet, vagy itt körülöttünk a világ, a rendelkezésünkre álló erőforrások, azok annyira kimerültek lennének, hogy ne tudnák az embereket alapvető szükségleteik szintjén eltartani. Még egy kérdésem lenne Gáborhoz, hogy mi a véleményed az okos városokról, illetve a világban most tapasztalható urbanizációs fejlődésről, amit elsősorban Kínában, illetve az Emirátusokban látunk? Igen, hallottam egy olyan kifejezést, hogy 15 perces városok, nem tudom, ez így megvan-e mindenkinek. És az ellentmondás az, hogyha a 15 perces városba dolgozó embernek több ideig tart bejutni a városba a munkahelyre, mint 15 perc, akkor az nem egy jó kezdeményezés. Tehát, hogyha ez olyan módon tud létrejönni, hogy az okos város az ténylegesen nem mondjuk egy tehetősebb rétegnek az kényelmesebb életvitelét teszi lehetővé, amin belül tényleg akkor mondjuk a logisztikai láncok vagy az elérés útvonal felrövidülnek, hanem hogyan tudjuk ezt a jelenlegi viszonyainkban ezt a nem is annyira virtuális együttműködési hálót láttatni. Tehát az okosváros az lehet, hogy külcsínre nagyon modern, de az emberek nem biztos, hogy bölcsek attól, mert okos a város. Tehát, hogy a gyakorlat az, igen, hogy minél okosabbak az eszközeink, annál butábbak a használóik. Igen. Azért beszéltem nyílt forrású technológiáról, mert a nyílt forrású technológiákban benne van az, hogy én akarom tudni, hogy mit használok. Nem csak megkapom ezt a telefon, és aztán nem tudom, hogy mit csinál, meg hogy hasznosítsam újra, vagy stb. Tehát, hogy elkerültünk arra a technológiai szinten, hogy gyakorlatilag ezekkel a technológiákkal legyen mondjuk az okosvárosok is felszerelve. Úgyhogy egy nagyon fontos dolog, hogy ugye a globalista menetrend szerint lassan ugye lementünk minden térképről, és már csak a távol-keleten éri meg bármit legyártani képzett munkaerővel. Ez gyakorlatilag Európából és a világ fejlettebb részén már nem mondható, hogy fejlett ilyen szempont. Viszont itt a kérdés, hogy csak azért, mert mindent Kínába gyártunk, vagy ilyen okos dolgok Kínából jönnek, megtehetjük-e, hogy helyben mi nem próbáljuk meg magunknak létrehozni azt, ami nekünk fontos vagy segít az életünkben. És hogyha például ebben a példában mondjuk Kínában az elmúlt 50 évet arra szánták, hogy erre a modell rájönnek át, akkor nehéz lehet újra gondolni magát, akár egy európai országnak is, hogy akkor mit kezdjen ebbe a kétpólusú dologba, hogy lett össze egypólusú. Tehát mindenképp csak fogyasztó marad. És hogy ebben a nem a fogyasztói tudatosság nevelése volna az okos városok kihívása, meg nem a fogyasztói létünk egyre bölcsebb értétele, hanem hogy ne akarjunk fogyasztók lenni. Tehát, hogy mi emberek vagyunk, nem pedig gazdasági entitások, vagy nem is tudom, tehát valami ilyesmi. Köszönöm szépen. És ahogy látom, az idő le is telt, amit mondtál, hogy rendelkezésedre áll, és akkor megköszönjük szépen a... És igyekszem a videót még nézni, és a többieket is. Jó, jó, rendben van. Köszönjük szépen. Szeretettel köszöntjük köreinkben Vámos Veronikát, a Női Összefogás Közösség részéről, és akkor folytatjuk az előzőekben megkezdett beszélgetésünket, időközben távozott köreinkből Kis Gábor, és közben Antalnak volt megjegyzése, hogy volna kommentárja az előzőekben elhangzottakhoz, és gondoltam egyébként, hogy mindenkinek van ehhez egy-két mondata, és örülnék is neki, hogy mindegyikőtök megszólalna. De nem ragaszkodom, hogy én kezdjem. Viszont te szóltál először, hogy ha megmondatod, úgyhogy
Akkor a tiéd a szó. Hát én úgy gondoltam eredetileg, hogy először a szerves társadalomról beszélek egy pár mondatot, hogy megértsétek, hogy miért vagyok itt, meg mi az a szerves társadalom, és ez hogy kapcsolódik a szakrális Magyarországhoz. De nem úgy alakultak a dolgok. Az előttem szóló Gábor mondandójára szeretnék reflektálni, és el kell mondanom, hogy ahogy beszélt ezekről a dolgokról, egyre nőtt bennem a feszültség, egyre kevésbé éreztem jól magamat, ahogy arról beszélt, hogy minél több mindent a technológiára kéne rábíznunk az ember életünk során. És rájöttem, hogy azért nőtt bennem a feszültség, mert én úgy tekintek az életre, hogy ez egy olyan folyamat, ami állandóan változik. Két mondatot mondok, egy kis filozófiai megközelítést, hogy jobban megértsék az én gondolataimat ezzel kapcsolatban. Én úgy látom, hogy a világmindenségben két ellentétes folyamat létezik, az egyik az entrópia, a szétesés. Ezért van az, hogy minden elmúlik, hogy legyen tere a változásnak. Ezért van az entrópia. És ott van az élet, ami meg egyre jobban szervezi az anyagot. Ugye nézzük meg az emberi testet, milyen bonyolult anyagcsomag vagyunk, milyen szervezet. És ez a két dolog, a szétesés, az entrópia és az élet összeszervező ereje minden pillanatban működik. Nekünk az egyensúlyt kell megtalálni minden döntésünkben a kettő között. Ezért minden egyes döntésünkben tudatosan kell választanunk, hogy az entrópiának engedünk, vagy az életet választjuk. És én azt gondolom, hogy ha minél több dolgot a technológiára bízunk, legyen ez a személyes életünkre, a családunkra, vagy a nemzetünkre, vagy akár globális szinten, akkor nem mi döntünk minden egyes döntéshelyzetben, hanem automatizmusok, algoritmusok döntenek. Meg lehet, hogy a technológia kényelmessé teszi az életünket, de ha a kényelmet választjuk, akkor pont a leépülést választjuk. De ezt nézzük meg, hogy ha a kényelmet választjuk, az a leépülés, hát csak nézzük meg, ha nagyon sokan, biztos mindenkinek a környezetében volt olyan, hogy valaki elmegy nyugdíjba, abba hagyja a munkát, pár év múlva meghal. De van olyan, aki élete végéig dolgozik, én anyukám is egyébként 87 éves, kertészkedik, eltesz, befőttet mindent, és életvidám és életerős. Tehát látom, érzem, és biztos vagyok benne, hogy a technológia, nem szabad a technológiának olyan szerepet adni, hogy bármiben is döntsön helyettünk, legfeljebb nyilvántartásokra lehet tökéletesebben használni, de minden egyes pillanatban mindig az ember döntésében kell, hogy legyen a döntési jog. Hát hogy lehetne szakrális társadalmat elképzelni, ha nem szakrális elvek alapján működik minden döntés, meg minden szervezettség, hanem rábíznánk a technológiára, hogy kényelmesek legyünk. Hát ezek a gondolatok jöttek ki ebből, és még Ilarához is szólnék, mert sajnos én úgy látom, a butáni társadalom is pusztuló félben van. Azzal, hogy az ősi civilizációk értékrendjétől eltávolodott és beengedi a nyugati modernitást, ez pusztítólag fog hatni rá. Most úgy látom, hogy egyfajta inkubátorban van, mert egy jó király, meg egy jó vezetése van az országnak. De nem tudom, ismered el Ladakh történetét? Igen. Ott is az volt, elmondom a többieknek, ez Észak vagy Észak-Kelet Indiában volt egy állam, és el volt zárva a többi államtól, mert nem néztem utána nagyon, ezt 11 évvel ezelőtt hallottam róla, meg láttam egy filmet, de úgy emlékszem, hogy szakadár törekvéseik voltak, és maga a központi kormány elzárta, és ezért úgymond maradiak voltak, az ősi szokások szerint éltek, büszkék voltak arra, hogy több generáción keresztül ugyanazt a szakmát vitte tovább a család, büszkék voltak a nemzeti viseletükre, büszkék voltak arra, hogy ladakiak. Majd jött egy változás, beengedték a nyugati civilizáció pusztító ideológiáját, eltelt néhány év, és a ladakiak elkezdték szégyelni, hogy ladakiak. Elmentek nyugatra, látták, hogy... Onnan indul ki az ember, hogy ha ő boldognak érzi magát, a ladakiak ugyanúgy boldognak érezték magát, mint a butániak, gondolom. Tehát boldognak érezték magukat, és azt gondolták, hogy ez alap, és Nyugat-Európában még ezen felül gazdagok is. És ez egy nagy pofára esés lehetett, hogyha valaki egy ilyen közegből elmegy egy nyugati civilizációba, akkor azt látja, hogy az emberek ott pont nem boldogok. Lehet, hogy gazdagok, de nincs életkedők, nincs életenergiájuk, és valahogy csak rabszolgaként, a rendszer fogjaiként működnek. És ez is a filmben már látszik ennek a csírája, ez a városban lakó csajszi, akinek elfejtettem a nevét, aki Ausztráliába ment tanulni, mintha értékközpontúságból érdekközpontúsággá
tette volna át a világképét, ő nem akart ebben a közegben élni, ki akart menni karriert építeni valahova, és kihasználta ezt a jó szemű szegény fiút, mert amíg végig együtt voltak, gyakorlatilag kihasználta a fiút, elvitte fotózni, elvitte ide, oda, amoda, és aztán, mikor teljesült a vágya, kiment elpülni, akkor adjó, szia. Szóval ez a mentalitás, ha elterjed a bhutáni civilizációban, pusztulást fog hozni, és hát ennek, amit mondott a baráti társaság elnöke, egy mindfulness center terveznek, hát ez meg a kirajzási pontja lehet a nyugati ideológiának. Ugyanis én azt látom, hogy ha meghívnak oda Nyugat-Európából, Amerikából, mindenhonnan ilyen liberális, spirituális gondolkodókat, az fogja bevinni a szellemi pusztulást, mert a nyugati ezotéria az a liberalizmusnak a vallása. Ugyanis a nyugati ezotéria nem arra, nem azt mondja, hogy felelős vagy minden tettedért, persze megemlíti, de elsősorban arra van kiegyezve, hogy független létező vagy, szabad akaratod van, azt csinálsz, amit akarsz, nem kell figyelembe venned semmit, holott pedig egy szakrális társadalom azon úgy működik, hogy szabad akaratomból lemondok a szabad akaratom öncélú megéléséről. Éppen azért, hogy minden létező, minden embertársa, minden más teremtmény kiteljesedését ne korlátozzam. Ugyanis a legnagyobb szabadságot az jelenti, ha minden létező a saját ütemében fejlődhet ki. És ez csak úgy lehetséges, hogyha hagyományokra épül, helyi szokásokra. A szabadságot pont ez adja meg, hogy nincs egy ideológiai befolyásolás több irányból, hanem tapasztalatokon, hagyományokon alapulva épülhet az egész, mehet tovább, terjedhet, mint az élet virága. Hát én ezt szerettem volna elmondani, hogy ezek miatt aggódom, a bhutáni társadalom miatt. Ők még nem tartanak olyan lepusztult állapotban, mint a nyugati civilizáció, mi már lepusztultabbak vagyunk. Nekünk onnan kell visszajutni valahogy, megtalálni a visszavezető utat, legalább oda, ahol most Bhután van, vagy még tökéletesebb állapotban, még tökéletesebb helyzetre. Hát most ezek kívánkoztak ki belőlem. Köszönjük, és láttam, hogy a Dorottyának erre voltak gondolatai, és lettek volna reakciói. De figyelek csak! Hát nagyon izgalmas ez a beszélgetés. Én azt gondolom, én nem vagyok társadalomkutató, nem foglalkozom innovációs technológiával sem, vagy ahogy látták, az emberi történések meg megélések foglalkoztatnak, de valahogy nyilván, mivel én is többször jártam Bhutánban, mint Valcsicsák Zoli, nekem is az volt a tapasztalatom, és ez picit, ez is a buddhizmusban gyökerezik, hogy valahogy a létezés alapja a változás, és nem lehet a bhutáni társadalmat sem hermetikusan elzárni. És nyilván az ugye az 50-es évekig ott feudális állapotok uralkodtak, és a királyok lépései arra, hogy elinduljon egyfajta modernizáció, milyen modernizáció, lassú modernizáció, egy nyitás a külvilágra, ami nyilván meg fogja változtatni a generációkat, az emberek értékeit, gondolkodását, de nem hiszem, hogy... Vagy hogy valahogy én nem, amikor Bhutánról beszélünk, akkor nem mindig értek egyet az olyan szélsőséges gondolatokkal, hogy ők eddig boldogok voltak, és most a modernizáció az elindítja a pusztulást. Nyilván azon maga ez a bruttó nemzeti boldogság filozófia, a társadalom szervezés, vagy akár a kormány és a politikusok gondolatai, és a körül rajzanak, hogy hogyan lehet egy alternatív társadalmi modellt felépíteni, de nyilván az nem lehet, vagy ez nem volt fenntartható, vagy akkor valószínű ők is a Ladakh sorsára juttak, hogy India lerohanja Ladakot vagy Bhutánt, hogyha nem indul el egyfajta modernizáció és nyitás. És hogyha picit ez a modernitás meg a hagyomány kontrasztja, hogy ugye ők vagy amit én látok, hogy ők a törvénykezéssel próbálják életben tartani a hagyományaikat, van egy ilyen, ez az egész boldogság filozófia, picit számomra ez egy ilyen nemzeti identitás tudatépítés, tehát hogy minden lépésükben azt látom, hogy picit egy ilyen élhetőbb társadalmat próbálnak létrehozni, és arra
hoznak jobb vagy kevésbé jobb, de egy picit ilyen másutas megoldásokat, mint ami mondjuk lezajlott a nyugati társadalmakban. De amikor a Gábort hallgattam, meg a beszélgetés kapcsán egyébként nekem is egy picit az jutott eszembe, amit aztán meg is említettél, picit ez az individualizmus, hogy én is azt éltem meg Bhutánban, hogy nyilván most beszélünk a boldogságról, de azért Bhutánban, meg ebben a kultúrkörben maga ez a szubjektív boldogság nagyon mást jelent, és maga ez a bruttó nemzeti boldogság filozófia is bhutáni szóhasználatban ez inkább egy közösségi boldogságot takar, és hogy nagyon sokszor a kérdőívnek a kérdései, és aztán amivel a filmben nem tértünk ki, meg a Szolinak sem volt rá ideje, de az a matematikai képlet, amivel ők kiszámolják ezt az össznemzeti boldogságot, az mind azt képezi le, hogy nem az egyéni megélések és az egyéni előbrejutás és ambíció az, amire mondjuk ők sok pontot adnak, hanem az, hogy valaki milyen szerepet vállal a közösségben. És, ugye, és azáltal, hogy egy hegyvidéki társadalom, archaikus társadalom, ezt én tapasztaltam Bhutánban, hogy a közösségi kapcsolatok, a közösségért tenni, családban lenni, milyen felelősségem van mások iránt, ez sokkal erősebb, mint a mi társadalmainkban, és valahogy én ezt éreztem talán egy picit ilyen eltanulandó dolognak, vagy hogy valahogy ehhez kellene visszatalálni szerintem a mi társadalmainknak, hogy az együttérzés, az elfogadás, az, hogy minősítés nélkül tekintek a világra, másokra, nem folyamatosan, tehát hogy és azáltal, hogy egy ilyen jóléti, kényelmi társadalomban élünk, ahol a technológiai fejlesztések segítik azt, hogy minél kényelmesebb legyen az életünk, de ezért elfelejtünk segítséget kérni, vagy kapcsolódni másokhoz. És hogy valahogy lehet a technológiát arra használni, hogy a közösséget építse, és ne elszigeteljen másoktól. Nekem ezek a gondolatok jutottak. Egyébként teljes mértékben egyetértek veled, semmi olyat nem tudok mondani, amivel ne értenék egyet. Ezért is mondtam azt, hogy legalább oda kéne visszaépíteni magunkat, ahol most a bhutáni társadalom van. Uh-huh. Amit mondtam, az inkább aggodalom a bhutáni társadalom felé, hogy nagyon-nagyon ne engedjék be a nyugati liberális pusztító elveket, mert akkor oda juthatnak. Tehát tanuljanak a máskárán. Ezt viszont szerettem volna mondani, de mi is tanulhatunk másoktól. Viszont a boldogság az egy nagyon-nagyon csúszamlós téma, mert hogy kinek mi a boldogság, azt nem tudjuk, és nem állapíthatjuk meg, hiszen magából a filmből is kiderült, hogy nagyon sokan, nagyon sokféleképpen értelmezik a boldogságot, és engem egy kicsit elgondolkodtatott egy nemrégiben látott nagyon rövidke videó az interneten, ahol Keanu Reeves beszél arról, hogy egy barátját meglátogatta, akinek volt 3 gyermeke, 12, 15, 17 éves korúak, ha jól emlékszem, és nem tudtak semmit a Matrixról, és mondta, hogy hát itt ebben a Matrix nevű című filmben van egy srác, aki rájön arra, hogy azon a világon túl, amiben létezik, van egy másik, egy valódi világ. És akkor és hogy te nem lennél erre kíváncsi, és az volt a válasz, hogy nem, minek. Én tök jól érzem magam itt. És hogy ha a boldogságát a Matrixban éri meg, ebben a világban, amit egyébként mesterségesen gyártottunk le az emberek számára, hiszen mindaz, ami eddig elhangzott, az a természetes Matrixnak a kivetülése, és mindaz, amit a szellemi műhelyekben legyártottunk az évszázadok, évezredek alapján, ez a műviség, és ebből eredő teljes művi élet, művi gondolkodás, művi boldogság, ezek a nem valódiságukat egy ponton elveszítik.
És ez az illúzió is ugyanolyan valódinak tűnik. És rendkívül érdekesen egybevág ezzel egy olyan kísérlet, amelyben nem is akarom hosszan elmondani azt, hogy magát a kísérletet hogy végezték el. Egy a lényeg, hogy vizsgálták az agy működését, és volt egy olyan szituáció, amikor valós eseményekről beszéltek az illetőnek, és az emlékeket idézett elő benne, és voltak olyan események, amikor ilyen látvány vagy virtuális dolgokról beszéltek, és roppant érdekesnek tartották azt, hogy nem hazudnak az emberek, hogy ők, mondjuk azt gondolom, úgy emlékszem, hogy itt a borról volt szó, hogy egy bort adtak 3, 6, meg 12 ezer forintért, és hogy melyik volt a drágább, vagy melyik volt a legjobb, és mindenki a legdrágábbra mondta azt, hogy legjobb, és valójában nem hazudtak. Tehát ez volt a kísérletnek a lényege, hogy bebizonyítsák, hogy az emberek csak sznobok, egyszerű sznob, és hazudik, vagy magának is hazudik, vagy egész egyszerűen fiziológiailag ő ezt így éli meg. És döbbenetes volt az a felfedezés, hogy az emberek fiziológiailag megérik azt, amit egyébként egy ilyen önszuggesztióval maguknak elmagyaráznak, és gyakorlatilag akkor igazat mondhat az a kislány is, hogy jó, hát nekem tökéletesen megfelel ez a Matrix, kit érdekel a valóság. Most ezzel van egy óriási probléma, hogy mindaz, ami ez a művi Matrix, az sajnos az életet rombolja. Az élet valóságát rombolja, és azért, hogyha megnézzük a nyugati társadalmakat, az erdőket leborotválják, a vizeket összekoszolják, az élet alapvető dolgaira nem nagyon ügyelnek, a nők-férfiak viszonya katasztrofális, a nemi kérdésekben, a szexualitásban hihetetlen álszentségek vannak. Éppen fel is tette a Zoltán, hogy hát amikor mutatta ezt a kotonhárust meg, hogy használj, tehát hogy egy vallási összejövetelnél mennyire elképzelhetetlen lenne, hogy európai közegben egy ilyen megtörténjen. És lám, azért a buddhisták, vagy a japánok, sintoisták, vagy a kínaiak egyáltalán nem ilyen álszentek a testiséggel, szexualitással kapcsolatosan, mint a keresztény kultúrkörben élők. Nem tudhatjuk egyébként e pillanatban még, hogy melyik az a helyes irány, de vélhetőleg, meglátásom szerint, az lehetne egy helyes és jó fejlődési útvonal, amikor a lehető legmagasabb technológiai igénybevételt, a lehető legmagasabb erkölcsi és morális szintek megkövetelése, megtanítása mellett alkalmazzuk. Mert amennyiben az emberek buták és tudatlanok, sajnos áldozataivá válnak, tehát megeszi őket a mesterséges intelligencia, megeszi őket az információ, és nem ők lesznek az információ fogyasztói, hanem fordítva. Míg, hogyha értelmes embereket nevelünk, és akkor itt megint bejön egy társadalmi probléma, az oktatás, nevelés kérdésköre, hogyha a nem megfelelő színvonalú és nem megfelelő erkölcsiségében, moráljában, és hiába próbálják most a vallási nevelést erőltetni, amikor sajnálatos módon a vallások sincsenek igazából a morál topján. Tehát annyi és annyi botrány van a keresztény egyházakkal, vagy bármelyik egyházban is, hogy ez elképesztő. És nem volna szükség meglátásom szerint semmiféle vallásra, amennyiben a szakrális útra visszatérnék, mert a szakrális út
Az egy nem félremagyarázható, nem kimagyarázható, és igen, látom, hogy rá is néztél, hogy a szakrális Magyarország az a hely, ahol a hit és tudomány, a józanság és a szeretet egybeolvad. Mert hogy a szakrajtás alapja, ez egy olyan algoritmus, az univerzumot működtető algoritmus, amely az első sejttől az utolsó galaxisig mindent egyazon rendszer mentén működtet, és ez egy közös nevező. És a legnagyobb problémája meglátásom szerint az egész világnak az, hogy mindenféle politikáról, meg vallásról hadoválnak, és a közös nevezőt pedig elfelejtik. Közös nevező az, hogy emberek vagyunk. És hogyha megnézzük azt, hogy minket, embereket mi köt össze, akkor 99,9% közös, és csak egy egészen kis marginális rész az, ami nem közös. És mi az, ami nem közös? Mindaz, amit az elmejátékainkkal hoztunk létre az évszázadok, évezredek folyamán. És amikor arról beszéltünk, hogy az archaikus társadalmak gondolkodását elhagytuk, akár a panteizmust, akár az animizmust, akkor nem állíthatjuk magunkról bizton, megállapítva, hogy mi most fejlődtünk előre, hanem bizonyos értelemben visszafejlődtünk. És hát persze, nyilvánvalóan nagyon nehéz az, hogy eldöntsük, meg sosem volt, soha a világ, amióta világ a világ, nem volt egy olyan univerzális rendező elv az emberiségen belül, amire azt mondták volna, hogy na, ezt mindannyian elfogadjuk. Egyébként hozzáteszem, talán az egyetlen olyan íromány, amit nagy nemzetközi elfogadottság kísért, az az ENSZ alapokmánya volt. De azért lássuk be, hogy azért egy kicsit vérzett néhány sebből, és sajnos maga az ENSZ sem azzá vált, amivé kellett volna. És nyilvánvalóan azért, mert azok, akik oda bekerültek, azok nem egy olyan kiválasztási elv alapján kerültek az ENSZ vezetésébe, vagy egyáltalán a politikai grémiumok vezetésébe, ami egy exakt válogatási metódus lett volna. Többnyire a pártok által, a különféle globális gazdasági érdekeknek megfelelően és általuk mozgatva kerülnek bizonyos pozíciókba. És ma azt láthatjuk, hogy az ENSZ-et gyakorlatilag egy nagyon szűk gazdasági érdek vette uralma alá, és innentől kezdődően pedig nem lehet vele sok mindent kezdeni. Nem hinném azt, hogy ez egy egyszerű menet lenne az emberiség szintjén, de azt gondolom, hogy kicsiben lehet mintát mutatni, és mi próbálkozunk is ezzel a szakra és Magyarország vonatkozásában. Azt látom, hogy Magyarországon közröhely tárgyát képezi ez a próbálkozás egy részről, más részről óriási szemekkel csodálkoznak, hogy hú, hát ez nagyon szuper, nagyon fantasztikus, csak meglátásunk szerint ez megvalósíthatatlan. Jó magam pedig azt mondtam évekkel ezelőtt, hogy persze igazatok van, most itt 1999-ben megvalósíthatatlan, valószínű 2020-ban is az lesz, de higgyétek el, hogy 2022 után egy sokkal nagyobb lesz a valószínűsége, és ahogy az idő előre halad, egyre inkább nagyobb lesz a valószínűsége, mert a világban olyan, tehát azok a morális, erkölcsi hibák és hiányosságok, amelyek mozgatják a jelenlegi világot, olyan hihetetlen lyukakat ütnek az életen, hogy egy ponton az emberek rájönnek, legalábbis a gondolkodó emberek rájönnek arra, hogy nem lehet ezt az utat tovább követni, mert vagy a globális pénzügyi elit, pénzügyi és gazdasági elit martalékává válunk, vagy pedig megtaláljuk a saját utunkat. De mivel 100 000 féle
saját utat találnak az emberek, ezért ez egy eléggé meddő keresgélésnek tűnik. De nekem erre is van egy dátumom, amire azt tudom mondani, hogy 2025 után ez a dolog meg fog változni. A 2025-ös év lesz az a pillanat, az az időpillanat, amikor népek, nemzetek hajlamosak lesznek arra, hogy egy közös, univerzális elbeszélésmódot találjanak az életre. Hozzáfűzni valom. Az egyik az emberek együttműködése és a közösségi lét. Az ember lénye az abból a hármasságból tud létezni, hogy vannak gondolatai, érzései és akarata. És hogyha ebből a háromból valami kisiklik, vagy megfosztódik tőle az egyén, akkor megszűnik létezni, mint ember. És azok a folyamatok, ahol nincs mit tenni, vagy hiába való a cselekvés, vagy semmit tevésre jutott az ember azért, mert a kényelem eluralkodott rajta, ott kezd megszűnni az ember holta. Onnantól kezdve nem tud ez a hármasság úgy kibontakozni, hogy valóban egy örömteli, boldog élet legyen. A másik, ami még így eszembe jutott a gyógyszerészi múltamból, és a periódusos rendszer így megjelent a szemem előtt, ugye minél bonyolultabbá válik egy szerkezet, és hogy nézzük a periódusos rendszernek a felépítését, minél több lesz, minél bonyolultabb lesz, eljött egy olyan állapothoz, amikor már nem lehet összetartani, és akkor kezdődik a maghasadás. És hogy ugye ez az életnek az alapja, ugyanez látszik minden helyen a teremtett világban, hogy ahogy bonyolódik, ahogy egyre több lesz, ahogy egyre nehezebb lesz, egyre több mindent kéne összetartani, úgy válik egyre inkább instabillá, és előbb-utóbb szétesik, és kezdődik előről, hidrogéntől, héliumtól, tehát ugye a nulláról. És most itt tart körülbelül az emberi társadalom is, hogy olyan bonyolultak az életnek az alapvető tételei, hogy egyszerűen fenntarthatatlan. Egy ügyintézés. Egészségügyi rendszerbe kérjél egy időpontot. Tölts fel az ESZ-be az adataidat. Próbálj meg egy adóbevallást megcsinálni tök egyedül. Tehát, hogy annyira bonyolultá vált, annyira élhetetlenné a társadalom, vagy a társadalmi élet szinte minden szegmense, hogy igenis itt lesz az ideje annak, hogy rendet, egyszerűséget és békességet kell teremteni. És hogyha ez nem megy máshogy, akkor egy ilyen nagy búmmal, mint egy atomrobbanás, és akkor kezdjük a hidrogéntől és a héliumtól. Vagy tényleg még az elején meg tudunk állni, és ezt a mérhetetlen bonyolultságot, ezt a rendetlenséget, ezt vissza lehet hozni az egyszerűségbe. És itt a filmben is az nagyon szépen kirajzolódott, hogy az az egyszerűség, amit a természet közelében élő emberek megértek a mindennapjaikba, az igenis egy boldogság forrás volt számára. Az, hogy megszületett a kisborjú, és innentől kezdve már olyan tehene van, aki már tejet tud adni. Tehát, hogy minél közelebb tudunk kerülni a természeti folyamatokhoz, minél inkább be tudjuk emelni az életünkbe a legtöbb jó elvét. Tehát azt is, hogy nem kell 2 kiló kenyér, hogyha 3 szelet is elég. Azt is, hogyha van egy kicsit többem, akkor nézzem meg, hogy kinek tudom továbbadni, akinek esetleg nincs. Hogy nem kívánok többet, és nem harácsolok többet, mint amennyi tényleg a megélhetésemhez kell. Ha mondjuk kimegyek a mezőre, akkor nem 2 kiló kamillát gyűjtök, csak 1,5 kilót, mert tudom, hogy nekem annyi majd elég lesz. Tehát, hogy ezeket az alapvetéseket visszahozni, ha mondjuk egyszer csak
tévéreklámokban nem az lenne, hogy vegyél még 66 fájdalomcsillapítót, hanem az, hogy... Vagy nem lenne tévéreklám. Vagy nem lenne tévéreklám, ahogy ugye az egészségügyi koncepcióban lefektettük, hogy azonnal megszüntetni minden gyógyszerreklámot, és csak kifejezetten az egészség megőrzésére irányuló jó tanácsok lehetnének a reklámidőbe felsorakoztatva. Tehát, hogyha ezeket vissza tudjuk emelni kis szinten, nem kell ezt rögtön globálisan, de tudjuk ezt mindenki a saját maga a ismeretségi körébe megtenni, akkor ilyen pici, apró mintaként, ha belekerül a mátrixba ez, az előbb-utóbb ugyanúgy terjed, ahogy a hülyeség is terjed, de hát terjedhet a jó is rajtunk vagy általunk keresztül. Igen, azt gondolom, hogy ez a mintaadó mező, ez egy jó alap. Én úgy látom, hogy pont a... Tehát nem kell annyira közös elbeszélési, létszerveződési módot keresni, mert van. Az élet maga az. Tehát pontosan abban látom a problémát, hogy nem az életet éljük, hanem a gondolkodást felváltotta az agyalás, a praktikusságot valami ilyen öncélú dizájnolás, a szellemiséget az intellektus, aminek mindnek megvan a helye, csak az arány nem mindegy, meg a hangsúly. Mint ahogyan, tehát hogy azt kellene szerintem valahogy szem előtt tartani, vagy így bevenni ilyen mag tudatosságba, tehát hogy így az egésznek a magja, hogy mi az életszerű. És akkor itt visszakapcsolódnék egy kicsit a filmhez, hogy valóban van ez a közhelyi ismételt dolog, hogy a természettől, ha elszakadunk, akkor ellustulunk, és akkor elkényelmesedünk. És tényleg, ez egy körforgás, egy saját farkába harapó kígyó. Amennyiben erről a valódiságról leszakad az ember, elveszti a realitás érzékét. Van egy szomszédom, egy csodálatos zenész, egyébként egy cigány ember, és a minap elkaptam egy beszélgetés foszlányt, azt mondja, hogy szomszédnomnak, te, én a múltkor, mikor én néztem a virágot így a virágos ládámban, hát én komolyan mondom, én azt éltem meg, hogy anya vagyok. Tehát, hogy ennyi pici elég, hogy figyelem azt a növényt növekedni, hogy figyelem a valódi periódusokat a természetben, és pont. És igazából helye van a lebontásnak is, csak ne keverjük össze a rombolással. Mert amint leválik a természetes ritmusról, vagy mi leválasztjuk mesterségesen, egy rombolás lesz belőle, amit most látunk magunk körül. És tök felesleges rombolni, mert úgy is lebomlik, aminek le kell, ha hagyjuk. Ott vannak a gombák, ott vannak a különböző mikroorganizmusok, és aztán épül belőle vagy rá az új. Én azt gondolom, hogy talán ennyi. Ja igen, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy fejlődésben, nem tudom, hogy van-e olyan, hogy lineáris fejlődés. Ha van, akkor olyan is van, hogy átlépünk lépcsőfokokat, de szerintem nincs ilyen. Szerintem, ahogy Butánban is láthattuk, együtt létezés van. Csak az a baj, hogy bizonyos fejlődési szintek, vagy bizonyos impulzusok, kívülről érkező hatások egy felkészületlen állapotban érik azt a személyt, társadalmat, organizmus, bármit. Tehát, hogy nincs felkészülve arra a hatásra, szüzen megy férjhez, és ezért a sok hatására, meg egy értékváltás hatására, vagy értékválság hatására teljesen fölkavarodik az egész. Például a moldvai csávóknak meg kellett újra tanítani, hogy azt, amit ők tudnak, az érték. Mert elhitték a nyugati agymosás hatására, hogy csak az az érték, ami pénzbe kerül. Igen, ugyanezt láttuk, meg ugyanezt hallottuk, hogy
elvándorolnak mindenfelől, és a nyugat csillogása elcsábítja őket. Egyébként az a fajta politikai pólusváltás, amiről ma beszélnek, hogy a nyugat elveszíti a vonzerejét és a fényét, és most a kelet lesz az új nyugat, ezt én eléggé elrettentőnek tartom. Ez a ló másik oldala. Nem is hinném, hogy a ló másik oldala, hanem inkább azt látom, hogy a romlott ár újra címkézése. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy valami változik, és hogy valóban pólusváltás történt volna, és mert az azt is feltételezni, hogy eddig ilyen volt, ezután majd olyan lesz. De nem ez történik, hanem inkább a nyugat überelése. És sajnálatos módon az is szembeötlő, hogy hihetetlen túlzásokba esnek. Tehát, hogyha megnézzük Szaúd-Arábiát, vagy az Emirátusokat, hát olyan pazarló fényűzés folyik, olyan rongyrázás, olyan elmondhatatlan gazdagság, és olyan felhasználás és ökológiai őrület, amit meglátásom szerint a természet már most elkezdett büntetni. Tehát, hogy ez nem egy fenntartható dolog, és egyszerűen egy pimasságnak, egy végtelen pimasságnak tartom az élettel, a teremtéssel szemben azt, hogy mondjuk egy sivatag 70 fokában jégpályákat üzemeltessenek, és vagy akár most az az újabb terv, hogy nyitott sípályát. Tehát ez olyan mérvű ökológiai lábnyom, olyan kizsigerelése a természetnek, amire feltételezem, hogy természet Isten anyánk válasza az, amiket tapasztalhatunk, hogy Dubájt is elöntötte, Mekkát is elöntötte az áradás, illetve hatalmas viharok vannak. És hát ilyenkor jelentik ki a zseniális tudósok és mérnökök, hogy jaj, bocsánat, erre nem gondoltunk. Ugyanúgy, ahogy a NASA-ban is. Hát jaj, bocsika, erre nem gondoltunk, de van egy jobb ötletünk. És akkor újra jönnek ezek az ötletelések, ahelyett, hogy elkezdenénk valahogy önmérsékletet gyakorolni, és a természetes léptékeken belül működnénk. Jó magam, nem igazán értek egyet, vagy nem, tehát nem teljesen értek egyet az Antallal. Meglátásom szerint szükség van a technológiai előrelépésekre és fejlődésre. Sőt, nagy mértékben jó magam támogatnám is az innovációkat, viszont kifejezetten a természetanalóg innovációs fejlesztésekre volnék vevő, és ahogy egyébként Kínában tanítanak, az is egy szimpatikus dolognak tűnik, hiszen a kínai gyerekeknek olyan kompetenciákat tanítanak meg, amik nem a robotikára hegyezik ki az emberi kvalitásokat, hanem a kreativitásra. És egy kínai kisgyereknek az oktatásában az ügyesség, a reflexek, reakcióidő, a zenei ritmusérzék, a tánc és az egyéb művészetekben, sakkban, játékokban való jártassága legalább olyan fontos, mint az, hogy tudjanak matematikát, vagy bármilyen egyéb tudományokat. És láthatóan a gyerekeknek a képzése és a kiművelése az egy nagyon-nagyon fontos feladatunk. Nyilvánvaló az egészségügy
elengedhetetlen, hiszen a társadalomnak ugyanúgy egészségesnek is kell lennie, de egy mentálisan, pszichésen megzsarolt, kizsarolt, nagyon rossz pszichéjű állapotban lévő társadalom nem lesz egészséges, egészen bizonyos, és ez egy lefelé vezető örvény, ez ebből jó nem születhet. És itt van az a pont, ami egyébként majd 25-ben bekövetkezik, hogy ezek a háborús eszkalációk eljutnak abba a fázisba, amikor az emberekben tehát akikben az életösztön fölébred, azok azt mondják, hogy na jó, akkor eddig és ne tovább, és innentől valami egészen más szeretnénk, valami normálisabbat szeretnénk. Láttam, hogy erre lett volna gondolatod, Dorottya, nem? Nem? Igen, az egészséghez és a gyerekek fejlődéséhez kapcsolódóan mindenképpen hozzátenném azt az elég borzasztó és aggasztó adatot, hogy hogyan alakul az autista vagy a sajátos nevelési igényű gyerekek számának a növekedése, és hogy egészen biztosan, hogy nem tudhatjuk azt a teljes igazságot, hogy mi ennek az oka. Mi az oka annak, hogy az idegrendszer fejlődése során azok az érzékeny időszakok, ami a pici gyerekkor, a csecsemőkor, és az a törekvés, ami a mindenáron védjük meg őket a betegségektől, ez valóban az életre valóságot szolgálja-e. És hogy amit példának föl is hoztál, hogy a kínai gyerekeknek a nevelése, oktatása, hogyha csak megnézzünk egy reggeli iskolakezdést, hogy ott milyen gyakorlatok vannak 6 évesen. Ami arról szól, hogy az idegrendszernek a jobb és a bal agyféltekének az összehangolása, az idegrendszer kapacitásának a minél jobb kihasználása, és nincsenek kitéve ezek a gyerekek kötelezően olyan ártalmaknak, amit mondjuk itt Magyarországon az a kötelező ellátási rend előír, ami alól nincs kibúvó. És tényleg igazán aggasztó az, amilyen mentális és fizikális állapotban van ezeknek a következő generációknak a teste, a fizikaisága. És hogy mennyire fontos lenne az a harmónia és az az egyensúly, amit vissza lehetne állítani azzal a hogy vissza lehet állítani, és talán az egyetlen mencsvára most a bolygónak, meg Magyarországnak is, hogy működnek a magurák és a harmóniát a térben igyekeznek helyet állítani és megteremteni, fenntartani. Hogyha már szomorú statisztikákról beszélünk, akkor meg kell említenünk még valamit. Elképesztőnek tartottam, és szinte nem is akartam elhinni azt, hogy a bizonyos üzemekben piktogramokkal kell ellátni járműveket, illetve gépeket, ugyanis a magyar dolgozók körülbelül 50%-a funkcionális analfabéta. Tehát ez egy olyan elképesztő állapot, amire nem is gondoltunk volna még 1-2 évtizeddel ezelőtt, és bekövetkezett. És ez már látható volt, ez a helyzet, látható volt mondjuk egy olyan 10 évvel ezelőtt, hogy ebből nagyon-nagyon-nagyon komoly problémák lesznek, és amiről Andrea is beszélt, ez csak romlani fog, hiszen egyre több, és az óvónők, alsótagozatos pedagógusok panaszkodnak, hogy egyre silányabb és hitványabb a gyerekanyag, és ebből nem tudjuk, hogy tudnánk egy épkézláb, normális, boldog társadalmat összehozni, mert a sok-sok hiba és hiányosság nem biztos, hogy a boldogságot támogatná. És ezeket el is kell tartani, és ezekkel kapcsolatosan rengeteg terhe és feladata van a társadalomnak. Úgyhogy
Lehet, hogy ez egy kicsit lesújtó és lehangolónak tűnik, de hát innen szép győzni, nem? Az a probléma ezzel, hogy ez egy visszafejlődés. Mert ahogy láttuk a filmben, Butánnak is elég nagy része volt analfabéta, és teljesen boldogok voltak mellette. Csak közben meg mi nem vagyunk biztosak abban, hogy visszafelé kell fejlődni. Sőt, azt gondolom, hogy nem lehet megúszni bizonyos fejlődési fokokat. Kedvenc lovasiászunk szokta gyakran idézni ezt a mondatot, hogy nem azt kell követni, amit az ősök követtek, nem az ősöket. Tehát, hogy ha én egyszer valamit meg akarok lépni, akkor nem tehetem meg, hogy elhatárolódok, hiszen a befolyásolás, a hatás már megtörtént. Tehát se leválasztani nem tudom magam a globalizációról, se tudatosan visszafejleszteni magam, viszont itt meg történik egy visszafejlődés. Tehát, hogy ezt hogyan lehet áthidalni, hogy most összemostam két dolgot, de majd mindjárt kitisztul, remélem, hogy egy olyan egyszerűsödést, ami nem szellemi csökevény, de kiválogatja azokat a hatásokat, amik hasznosak számunkra. Ezt hogy lehet elérni? Hiszen a hatások ott vannak körülöttünk, nem tudjuk azt mondani, hogy fal le, majd mi tudjuk. Már a Gáborral folytatott beszélgetésben is elmondtam, hogy nem nagyon van más lehetőség, mint az, hogy legyen egy olyan új társadalmi szerződés, amely az emberek és az állam viszonyát újra definiálja, hiszen a jelenlegi államok nagyon nagy mértékben magánkézbe kerültek. Tehát a világ 200 államából legalább 100 nagyon súlyos megszállás alatt van, és a többi sem büszkélkedhet igazi szabadságjogokkal. És ahogy említettem, az ENSZ is megszállás alatt van, a WHO is megszállás alatt van, úgyhogy innentől kezdődően semmi mást nem lehet tenni, mint azt mondani, hogy rendben, akkor egy reset, legyen grid reset, tehát én mindenképpen amellett vagyok, hogy legyen grid reset, csak nem úgy, ahogy ők képzelték. Mert az a fajta grid reset nem a fejlődést és nem az ember fejlődését hozná, hanem a magánönzésnek a további kiterjesztését, és a, mondhatnánk úgy is, hogy a kapitalizmus 3.0 verzióját, még brutálisabb verzióját hozná el számunkra. És ennek az volna a következménye, hogy már nem államok és országok volnának egy idő után a Földön, hanem cégek, konzorciumok, és mondhatjuk úgy is, hogy a konzorciumok számára az élet, az emberi élet, az már nem egy nagyon fontos dolog, hiszen nem hoz hasznot, csak gond van velük, nincs rájuk szükség. Ezért a robotokkal és a mesterséges intelligenciával próbálják ezt helyettesíteni, és azt gondolom, hogy ha ezen az úton halad az emberiség, akkor rendkívül szomorú jövő fog rá várni, de nekünk nem az a koncepciónk, hogy ez váljon be, ez a szomorú jövő, hanem, mint ahogy mondtam, 2025-ben meg fog jönni az emberiség esze, és ennek a sok-sok, és most már átlátnak a szitán, mint ahogy mondtam, okay. Hogy 24-ben minden világossá fog válni, hogy ki kivel van, de 25-ben már nem csak ennyi lesz, hanem 25-ben az a fázis is bekövetkezik, amikor az asztalra csapnak, hogy na eddig és nem tovább. Fiúk, nagyon szép, nagyon jó volt, amit eddig csináltatok, de innentől menjetek szépen nyugdíjba, és
És azt gondolom egyébként, hogy az emberiség képes magát megreformálni, mert egyébként, hogyha nem képes rá, akkor majd természetisten anyánk rá fogja kényszeríteni, hiszen olyan kataklizmákat kapunk a nyakunkba, ami viszont rákényszerít. És az ember, mint ahogy már sokszor említettük, két dolognál fogva hajlandó valamit tenni, vagy örömből, vágyból, szeretetből, vagy kényszerből. És most nem látjuk még azt, hogy örömből, vágyból, szeretetből egységesedni szeretnének, és egy nagyon szép, boldog életet, közösségi életet szeretnének élni, mert a szívük mélyén igen, csak megtenni, amiket meg kell, azokat nem szeretnék. Viszont amikor már ég a ház, amikor már nagyon-nagyon, amikor a valóság rájuk rúgja az ajtót, onnantól kénytelenek lesznek ezeket a halogatott lépéseket megtenni. Vagy, ha nem, hát így jártak. Tehát nem kötelező a jobb élet, de én azt gondolom, hogy ez a bolygó, meg maga az élet sokkal szebb és értékesebb annál, sőt, galaktikus viszonyban is azt lehet mondani, hogy az élő bolygók hihetetlenül értékesek. És egy ilyet veszni, hagyni, tehát egész egyszerűen nem hiszem, hogy az univerzum ehhez a beleegyezését adná. Tehát minden áron meg fogja menteni az életet. Lehet, hogy ez nem az emberi élet lesz, de az életet megmenti, és a bolygót megmenti élő bolygóként. És itt most valószínűleg az emberiségnek azon kell igyekeznie, hogy benne maradjon abba a sávba, ami megmarad életként. De lehet, hogy egy sejtűként kell majd újra kezdeni, hogyha nem vagyunk elég éberek és elég okosak ahhoz, hogy józan belátással, józan együttműködéssel együttműködjünk, hiszen utolsó pillanatok vannak, de tényleg utolsó pillanatok, hiszen ezek a háborús eszkalációk, hogyha az őrület tovább megy, akkor ez is tovább fog fajulni egyrészről, másrészről pedig azért azt se szabad elfelejteni, hogy a maga a háborúskodás is jelen pillanatban a világon 32 háború van. És attól, hogy nem beszélünk mondjuk az etiópiai népirtásról, ahol több mint 1 millió amharát gyilkoltak le, ettől ez létezik. És bizony az összes háború nagyon-nagyon súlyos természetkárosítás. A legsúlyosabb természetkárosítás. És hogy gondolja, hogy merészeli gondolni az emberiség azt, hogy ez büntetlenül megteheti? Ennek mindenképpen kell, hogy legyen következménye, viszont mi az emberiség józanabb része, meg kell, hogy gátoljuk, meg kell, hogy fékezzük az őrültek topzódását. És meg kell, hogy fékezzük azt a végtelen bírvágyat és hatalomvágyat, amely egyesekben topzódik. És lássuk be, nem olyan nagyon sokan vannak azon az oldalon, sokkal több az átlagember, aki egyébként fölépíti a világot, akik működésben tartják a világot. És pont ők lesznek a feleslegesek. Pont ők lesznek az a felesleges tömeg a jelenlegi globalista elit elképzelései szerint. Tehát nem feltétlenül, bizonyos elméletek szerint nem kell ide több mint 1 millió ember erre a földbolygóra, amivel még akár egyet is lehetne érteni. Csak ezt ne ők döntsék el. A természet mindig beállítja az egyensúlyokat. Tehát nem kell nekünk amiatt félni, hogy majd túlnépesedés lesz ezen a bolygón. Figyfirit, nem lesz, soha nem lesz. Ugyanis ahol sok az eszkimó, kevés lesz a fóka. Ahol kevés a fóka, ott majd kevés lesz az eszkimó is.
És ez így működik minden vonatkozásban. Úgyhogy hát, és a globális felmelegedéssel való ijeszgetésről pedig nekem az a véleményem, hogy figyelmen kívül hagyjuk a földbolygó élő voltát, és azt az akaratot, ami az élet megmentésére törekszik. És amikor egy felmelegedési folyamat van, és az mondjuk az életet alapjaiban veszélyeztetni a bolygón, erre egy nagyon egyszerű megoldási képlete lehet a Földnek. Egyszerre kitör 2-3-5 vulkán, olyan koronfelhő lesz a légkörben, hogy egyáltalán nem a túlmelegedéstől kell félnünk, hanem inkább attól, hogy milyen oduba bújjunk el a hideg elől, meg egyáltalán hogy tudunk élelmiszert termelni. Úgyhogy ez a marketing világ, ez a design világ, amiben élünk, előbb-utóbb kipukkad, ez a lufi ki fog pukkadni. Ez egészen bizonyos, csak hát nagyon féltem az emberiséget, és nagyon reménykedem abban, hogy a magyarok, illetve az emberiség értelmes része képes lesz arra, hogy egy megfelelő konszenzus mentén egyesülve erőt tudjon mutatni a hatalom jelenlegi birtokosaival szemben. És akkor még egy politikai vonatkozást mondanék ezzel kapcsolatosan, mert sokszor fölteszik azt a kérdést is, hogy hogy ugye most van a nyugat, még mindig az USA, az Egyesült Államok hegemóniája, és hogy mi lesz utána, és mi lesz ezzel a BRICS-szel. És azt tudom erre mondani, hogy mint ahogy az előbb is már említettem, hogy itt nem pólusokról van szó, itt gazdasági és hatalmi érdekek szembenállásáról. És ez a BRICS összeállás nem tud hosszú életűvé válni, tehát hiába akarnak, mert ez nem egy valódi közösség. Ez egy ellenség, elleni összeállt szövetség, és annyira különböznek minden vonatkozásban, szándékaikban, kultúrájukban, elképzeléseikben, hogy most jelen pillanatban még csak a közös ellenség tartja őket össze, aztán majd, hogyha megszűnik a közös ellenség fenyegetése, na akkor mi lesz? Azon elgondolkozott már valaki? Tehát akkor ez egy kaotikus állapotot fog újra előidézni. Tehát nem tudunk eljutni a nyugvó pontra az ilyenfajta politikai és geopolitikai csatározások kellős közepette. Itt egy normalitásra, önmérsékletre és a helyes irányvonalak követésére, és ezen belül természetesen a közös nevező követésére lenne szükség. És a közös nevezőnk az emberségünk, és a morál, a teremtett világ szabályai. A teremtett világ szabályai meg nem bonyolultak, és ahhoz mindenki tud igazodni. Persze, ha akar, nyilvánvaló. És akkor itt nagyon sok vesztese lenne, meg lesz is ennek az egész rendszernek, de hát lássuk be, el kell dönteni az emberiségnek, méghozzá záros határidőn belül azt, hogy hagyják-e a magánőrzést tovább topzódni, és akkor bukik mindenki, vagy leszedik a pályáról azt a néhány olyat, aki akadályozza a békét. Majd meglátjuk, hogy mennyire lesznek ebben aktívak, úgyhogy jó magam, drukkolok az életnek, drukkolok az életpártiaknak, úgyhogy reménykedjünk a legjobbakban. Van-e ehhez valakinek még? Hát én belőlem még két gondolat kikívánkozik, elmondhatom?
Az jutott az eszembe, hogy ma a boldogságindexről beszéltünk, és sok ember összekeveri a örömöt meg a boldogságot. Nem árt tisztázni szerintem, hogy mi az öröm meg mi a boldogság, mert nagyon hasonló a kettő, és elcsúszhatunk. És ezen már régebben is gondolkodtam, és bennem jelenleg az kristályosodott ki, hogy az az öröm, amikor egy valamilyen dolog bekövetkezik, és örülünk a sikernek. Én, amikor borja születik egy tehénnek, a gazdája szerintem akkor örül, hogy megszületett. De azt ez elmúlik 3-4 nap múlva, vagy 5 nap múlva, mert nem születik minden nap egy borjú. Szerintem a boldogság az olyan, hogy olyan létezési állapot, amikor állandóan, tehát az ok nélküli öröm létezési állapota, amikor nem lehet konkrétan okhoz kötni, hogy miért érezzük ezt az érzést. És ezért egy normális társadalom, és ez jó ebben a bhutáni társadalomban, mert törekszik arra, visszajelzést is kér az emberektől, hogy mi okoz nekik örömet, és arra törekednek, hogy minél örömtelibben éljék az életüket. És ha valaki minél örömtelibben éli az életét, sok öröm éri, akkor mondja azt, hogy na boldog vagyok, mert mindig örülök, és alig szomorkodok, vagy soha. Tehát az valami olyasmi a boldogság, amikor nagyon gyakran érzünk örömöt, és nem tudjuk pontosan ennek az állapotnak az okát. Erről ezt szerettem volna elmondani, tehát érdemes erre fókuszálni, akár az egyéni életünk megszervezése során, akár a társadalom megszervezése során, hogy mindig arra hegyezzük ki, hogy örömteli módon éljünk, sok örömet szerezzen. Szóba került a fejlődés is, hát ezt is félreértelmezi a nyugati civilizáció, mert a fejlődés alatt mennyiségi növekedést értünk. Márpedig szerintem az igazi fejlődés az, ha egyre stabilabban működünk. De ez nem érték, mert ez nem jelent nagyobb fogyasztást, nem jelent nagyobb hitelt, pedig az az igazi fejlődés, ha akár a vállalkozásunk, akár a családunk nem kell, hogy növekedjen, de évről évre stabilabban működjön. És ha évről évre stabilabban működünk, akár milyen egység, amiben részt veszünk, egyre több örömben van részünk, már csak azért is, mert egyre kevésbé kell aggódnunk. És ez a kettő kioltja egymást. Tehát jó, köszönjük szépen. Még egy kérdést föltennék a Dorottyának, mielőtt befejezzük a beszélgetést, hogy ez a beszélgetés adott esetben változtat-e valamit a későbbi témaválasztásokon, vagy befolyásolja valamilyen vonatkozásban a boldogságról alkotott gondolataidat? Hát igazából minden beszélgetés a film kapcsán nekem nagyon izgalmas, hogy kiben mit indít el így a boldogság vonatkozásában, és egy picit és valahogy egy picit egy ilyen magát azt egy ilyen sikernek könyvelem el, hogy a bhutáni emberek érzésein és hétköznapi élethelyzeteken keresztül reflektálunk önmagunkra és gondolkodunk azon, hogy mit jelent nekünk a boldogság, hogyan tudunk egy jobb társadalmat építeni, vagy egyáltalán mi az, amit mi nem veszünk észre a saját életünkben, úgyhogy engem minden beszélgetés épít, és nagyon gondolatébresztő volt, és hogy ezen a mai napon is egy picit azt éltem meg, hogy ebben a rohanó világban, ami nekem nagyon fontos, ezek a közösségek és a közösségi kapcsolódások. És ha a technológiai innovációról beszélünk, vagy arról, hogy hogyan tudnánk boldogabbak lenni, ezt azt hiszem korábban erről is beszéltünk, hogy nagyon jutott, hogy az igazi, valós élettapasztalatok, a virtuális felett és a közösségi megélések szerintem, és az együtt gondolkodás, az nagyon fontos. Úgyhogy ez szerintem magammal fogom vinni. A témaválasztásokban volna olyan elképzelésed, amivel magának a boldogság megélésének a miben létét forszíroznád? Mert ez egy nagyon, tehát ez a filmben nagyon szépen megfogtál élethelyzeteket, de lépnél-e adott esetben tovább egy másik irányba, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán mi az, hogy boldogság, és hogy ennek a boldogságnak a megélése társadalmi szinten milyen hatásokat válthatna ki.
Vagy ezt nem mered meg megközelíteni? Igazából az én témaválasztásaim egy picit ilyen intuitívebb témaválasztások. Nem biztos, hogy itt sem feltétlenül a boldogság a nagy téma, de hogy, hogy engem mindig az emberek érdekelnek, a személyes történetek, és belőlük nyerek inspirációt, úgyhogy egyelőre nem tudom, hogy mi lesz a következő jó, hát nem is akarunk kierőszakolni egy konkrét választ, csak... Ami egyébként természetesen érdekel a boldogság, hiszen az kapcsolódik az emberi érzésekhez, meg érzelmekhez, de ugyanmit, ami engem sokszor foglalkoztat, amiről egy picit ma is beszéltünk, hogy a különböző kultúrák, a különböző generációk, emberek, akiket másnak látunk magunkhoz képest, hogy tudjuk azokban felfedezni az univerzális érzéseket, megéléseket, amik összekötnek minket a világba. Úgyhogy... Ez önmagában egy fantasztikus téma volna, mert az emberekben van olyan hihetetlen nagy tévhit, hogy különbözünk, és hogy én ilyen nyelven beszélek, olyan nyelven beszélek, ilyen, hogy nekem ilyen a vallásom, és örre mennek ilyen hülyeségek miatt. Ahelyett, hogy örülnének a létezés gyönyörűségének, és annak, hogy együtt táncolhatnak, együtt énekelhetnek, nevethetnek, élvezhetik a napsütést. Mert ez önmagában a boldogságnak az oka és alapja. Sokkal egyszerűbb a világ, mint ha ilyennél tesszük. Igen, ez a legjobb. Ha más gondolat nem jut eszetekbe, akkor én nagyon nagy szeretettel megköszönöm a részvételt, és nagyon reménykedem abban, hogy a videó hallgatói is profitálnak ebből a beszélgetésből, és további gondolati ébresztésre okot ad, és amit még inkább remélek, hogy elindul végre egy olyan kohézió, ami a közös nevező mentén egy összerendeződést lehetővé teszt, akár Magyarországon, akár világszinten. Úgyhogy áldás az igaz úton járókra, mint mindig. Mm-hmm.